Tovább folytatja a Tájván körül múlt héten megkezdett hadgyakorlatait a kínai hadsereg. Az eredeti tervek alapján helyi idő szerint vasárnap délben véget ért volna a művelet. Kína múlt csütörtökön Nancy Pelosi amerikai házelnök tájpei látogatása után kezdett hadgyakorlatokat a sziget körül. A témát Imre Balázs folytatja. Jó estét kívánok a nézőknek, szervusz György, így van külpolitikai témánk lesz az első ma, és üdvözlöm a stúdióban Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Docensét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tanár, egy picit kezdjük ezt Érdekes ez a tajvani uh, sziget, ugye ez egy kelet-ázsiai sziget, a csendes óceánon majdnem 36 ezer négyzetkilométer, és nagyon változatos történelme volt. Volt itt európai gyarmat, ugye Voltugán. japán fenhatóság, így van, japán fenhatóság alatt is volt, de hát nyilván ezer szállal kötődik Kína az 1949 óta van önálló politikai vezetése, de Kína saját részének tekinti mégis. E, hogyan éleződött ki, és honnan fakad csak röviden a, a konfliktus Kína és Tájban között, és hogy került a képbe az Egyesült Államok? Ugye ez egy két világháború között időszakra visszanyúló konfliktus. E, 27-ben Kína két nagy formátumú államférfi, a generalissimus és az által vezetett Kuomintang és Mao Tse és az ő kínai kommunista pártja elkezdi az úgynevezett kínai polgárháborút, ami 49. október 1 ér véget hivatalosan, hogy ekkor kiáltják ki Pekingben a kínai népköztárságot, de csankásek és követői ugye visszavonultak részben Tajvanra, részben Hajnára. most hajnan nagyon közel van Kínához, és ezért oda utánok mentek a kommunista erők, onnan is visszavonultak, visszamenekültek Tajvanra, és ekkor az Egyesült Államok haditengerészete lényegében bemegy Kína és Tajvan közé, 50-ben, és gyakorlatilag ezzel mentik meg az úgynevezett kínai köztársaságot, ugye ez Tajvannak a, hát a saját hivatalos neve, nyilván Kína sosem ismert el a kínai kommunista párt és ugye a kínai népköztársaság ennek a Kínának a létezését, Ugyanakkor ugye ez a Kína 71-ig az ensz Kína, ezért cserébe az Egyesült Államok védelmet biztosít neki, és az úgynevezett pingpong diplomácia idején, amit esetleg a névük a Forrest Gump című filmből ismernek, Igen. akkor van egy ilyen mondjuk úgy deal-üzlet az amerikaiak és Kína között, aminek van egy nagyon markán szovjetellenes hogy az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy Tajvan helyett Kína legyen az ENSZ-ben Kína, ami egyébként teljesen jogos igény volt. Cserébe Kína megígérte, hogy katonai erővel nem fogja annak tálni Tajvant, az Egyesült Államok viszont elfogadta, hogy hivatalosan csak egy Kína létezik, ugyanakkor nem hivatalosan, hogy az Egyesült Államoknak egy óriás úgymond kulturális intézete van Tajpejben, amit egy magasrangú diplomata vezet. Tehát az Egyesült Államoknak ugyan nincs nagy követsége Tajvanon, de mégis van. De eléggé feszült volt a helyzet már a mostani aktuális feszültség előtt is, és ebben a helyzetben utazott, hogy hallhattuk a felvezetőben is Nancy Pelosi amerikai házelnök erre a szigetre, ami a kínaiaknak hát finoman szólva nem tetszett, kiverte a biztosítékot náluk. Sokan felvetették a kérdést, hogy ebben a világpolitikai helyzetben, amikor Ukrán háború van, infláció van, gazdasági válság van, miért kell még jobban kiélezni a konfliktust és Kínát magára haragítani az Egyesült Államoknak, meg ilyen feszült helyzetet okozni, mit gondol erről? E, ugye, meg ha már Ukrajna 14-re egy picit vissza kell menni, ugye 14-ben az egész világ Ukrajnára figyelt, ezt kihasználva 14 végén, 15 elején Kína óriási területeket elfoglal az úgynevezett dél-kínai tengeren, zátonyokat vett birtokból, hatalmas mesterséges szigeteket épített, kikötőket, katonai bázisokat hozott rétre, és egy hatalmas nagy tengeri területet lényegében annektált. Peking arra hivatkozva, hogy ez mindig is az övé volt. Nemzetközi egyébként ilyet nem ismer. Ráadásul, hogy ki kezdte a másik provokálását, ugye Ukrajna megtámadása óta nagyon kevés barátja maradt Oroszországnak, Peking az egyik ilyen. Tehát Kína mind politikailag egyes, nem teljesen bebizonyított állítások szerint katonailag is segítséget nyújt, például az orosz haditechnika számára nélkülözhetetlen csippeket, amiket eddig zömmel nyugatról szereztek be az oroszok, azokat mostanában már Kína szállítja. Tehát tulajdonképpen Kína is elkezdte cibálni a sasnak a szánytollait, tehát itt mind a két fél folyamatosan manőverezik, nyilván Kína nagyon heves reakció adott Nancy Pelosi látogatására, de ez meg a kínai belpolitikával függ össze. Idén ősszel lesz az aktuális párkongresszus, ahol gyakorlatilag Mao Tse halála óta először ugye minden regnáló párt elnök kétszer öt évet vezetett Teng Xiaoping után, Xi Jinping viszont a harmadik öt éves ciklusát fogja megkezdeni, és ennek nagyon sok belső kritikusa van a párton belül is, tehát Xi Jinpingnek is nagyon jó jött, hogy egy külpolitikai keménykedéssel a párton belüli elégedetleneket is el tudja hallgattatni. Tehát Kína is kereste a balhét, nyilván az Egyesült Államok ugyanúgy provokált, tehát itt mind a két fél nagyon komoly, ugye az amerikaiaknál meg a félidős választások az, ami miatt ugye erőt kell mutatni a demokratáknak. Azért voltak hat gyakorlatok is ilyen erődemonstratíve az utóbbi időben a térségben Kína részéről, de ekkora vagy ilyen erős felvonulás még nem volt, mint az utóbbi napokban, ahol gyakorlatilag ugye volt olyan, hogy egymásra szemben álltak a tajvani és a kínai hadihajók. Elfajulhat ez a helyzet? Hogy látja? Mi lehet a végkifejlet? Uh, igazából nehéz megmondani. Nyilván benne van az, különösen a vizen, hogy, hogy a manőverező kínai meg hajók egymásnak ütköznek, ráadásul a kínai hajókat extra erős testtel építik. Tehát kínai halászhajók, amik egyébként a népi milíciához tartoznak, volt már rá példa, hogy kínai halászhajó betört egy amerikai, beszakított egy amerikai cirkáló oldalát. Tehát a kínaiak keresik és az ütközést. Levegőben is előfordult már ütközés amerikai gépekkel is korábban, meg tajvani gépekkel is. Itt ugye az a probléma, hogy ilyen tömegű, mondjuk úgy, légtérsértés. Itt Tajvan esetében arról van szó, hogy az úgynevezett 12-tengeri mérföldes nagyjából 20 kilométeres úgynevezett parti tenger és parti légtérbe is behatolnak a kínaiak, ez extrém közelség, tehát el, jóval kijjebb van az úgynevezett 370 kilométeres kizárólagos gazdasági vezet, ami nyilván Kína meg Tajvan között nincs meg, mert ugye a két ország, ugye, bocsánat, tartomány és Kína relatíve közel vannak egymáshoz. Benne van az eszkaláció lehetőséged, én úgy gondolom, hogy egyik fél sem óhajtja ezt. Tajvan nyilvánvalóan nem, az erőviszonyok nem az ő javára szólnak. Kína pedig relatíve kis erőkkel vonult fel. Na most nyilván ez nagyon komoly erő, csak azt kell látni, hogy egy kétmilliós haderőről van szó, ami több száz hadihajóval rendelkezik, tengeralattjáróból is több mint százal rendelkezik Kína, merevszárnyú repülőgéből pedig több ezerrel. Na most ebből az, hogy éppen pár száz, vagy 180-100 tajvan körül cirkál. Ez nyilván európai léptékben, meg különösen a magyar légierőz viszonyítva vagy jelentős katon erő, a kínai erőkhöz képest viszont nem egy akkora erő. Bízunk benne, hogy akkor nem fajul el ez a helyzet. Nagyon szépen köszönjük tanár itt járt nálunk.